Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Kókai Mónika vagyok. Október 4-e van, Ferenc és Aranka névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap fontosabb hírei címszavakban. 5000-ről 15000 dinára emelni a kísértékű lopások összegét a most közvitán lévő büntető törvénykönyv módosításainak tervezete. Hamarosan megkezdheti működését Újvidéken a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény kihelyezett tagozata. Kritikus a helyzet Bosznia-Hercegovinában, halálos áldozatokat követelt az áradás. Hiába játszott jól, kikapott a TSC Kazasztánban az Asztana elleni konferencia liga mérkőzésen. Ötezerről 15000 dinára emelni a kísértékű lopások összegét a most közvitán levő büntető törvénykönyv módosításainak tervezete. Az ügy kapcsán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a párt köztársasági parlamenti frakció vezetője is felemelte a hangját. A Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztet, mintegy 10 évvel ezelőtt a szerb haladó párt első kormánya idején sikerült elérniük az úgynevezett kísértékű lopások összegének csökkentését 15000-ről 5000 dinára. Hozzáteszi, éveken át küzdöttek azért egyedül a parlamentben, ahogyan néhány évre rá az illegális migránsok ügyében is, míg végül a kitartást siker koronázta. Dr. Pásztor Bálint most azt írja, jelezte az igazságügyi miniszternek, hogy beadvánnyal fog reagálni a közvita keretében, és arra kérte, legyen partner abban, hogy az összeg ne változzon. Minden parlamenti eszközt ki fogunk használni az emberek tulajdona megvédésének érdekében, nyomatékosította a VMS elnöke is hozzátette, biztos benne, hogy a VMS végül újra meg fogja védeni a polgárok biztonságát és javát szolgáló eredményeket. Hamarosan megkezdheti működését Újvidéken a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény kihelyezett tagozata. Az újvidéki kihelyezett tagozatnak a Magyar Szó napilap székháza ad otthont. Bölcsödei és óvodai csoportszobákkal, tornateremmel, fejlesztő és szenzoros szobákkal, valamint játszótérrel is rendelkezik a Vackor újvidéki tagozata. Milan Gyurics, újvidék polgármestere, miután megtekintette az óvodát, azt mondta, a Vackor minden szempontból fel tudja venni a versenyt a hasonló intézményekkel. Hangsúlyozta, a város büszke arra, hogy közel 17.500 gyermek óvodai ellátását tudja támogatni, és most arról kell majd tárgyalásokat folytatnia, hogyan tudják beemelni ebbe a rendszerbe ezt a bölcsödét és óvodát, amelyben a gyerekek 7 éves korukig minőségi ellátásban részesülhetnek. Od 11. meseca pa do 3. godine života i nakon toga od 3. do 7. godine života, tako da ovdje će moći nekih 80-ak dece da bude upisano. Mi ćemo kao grad gledati stvarno da pomognemo. Ahhoz, hogy a Vackor újvidéki tagozata elkezdjen működni, szükség van még néhány engedély beszerzésére, mondta el Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az elmúlt hetekben, hónapokban a kivitelező és mindenki megtett mindent annak érdekében, hogy ez a csoport beindulhasson. Bízom benne, hogy akár még ebben az évben is el tud indulni a csoport, vagy itt valamikor fél évkor. Természetesen ez mind az engedélyektől függ. Itt a városi szervekkel együttműködve szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez mielőbb megtörténhessen. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke azt mondta, ez a fejlesztés ékes bizonyíték arra, hogy együttes erővel sok minden elérhető. Az óvodai csoportokban soha nincs elég hely Újvidéken. Azt gondolom, hogy az ötletadók jól felismerték ezt a szükségletet, és egy kitűnő szolgáltatást nyújt majd az épület az itt élő embereknek. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez a projekt Pásztor István vízióját és munkásságát dicséri, hiszen nélküle, ha ő nem ismeri fel a projekt jelentőségét az első pillanattól, és nem karolja fel, akkor ma nem állnánk itt. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke elmondta, a beruházást magyarországi és szerbiai forrásokból tudták megvalósítani. A projektom értéke összesen 4,5
millió euró, amelynek nagy részét Magyarország kormánya biztosította, kisebbik részét pedig Vajdaság Autonóm Tartomány. Lesz itt sajtó és nyomdamúzeum, multifunkcionális konferenciaterem, kávézó és sok minden más is. Mindez a közeljövőben be fog fejeződni, és hát ez a projektum is azt bizonyítja, hogy mennyire jó a szerbek és a magyarok, Szerbia és Magyarország a két kormányzat közötti együttműködés. A helyiségek kialakításának munkálatait 95%-ban elvégezték a munkások. A fennmaradt 5% elvégzése után a Vackor újvidéki tagozata készen áll majd a gyermekek fogadására. Az óvodát Erdődi Edvina, a Magyar Szólapkiadó Kft. Igazgatója mutatta be a vendégeknek. A legfrissebb adatok szerint 20-an vesztették életüket a Bosznia-Hercegovina déli részén fekvő Jablanica településen, ahol az elmúlt egy napban lehullott csapadék árvizeket és földcsuszamlásokat okozott. Kritikus a helyzet a Bosznia-Hercegovina déli részén fekvő Jablanica településen. A térséget súlyos természeti katasztrófa sújtotta. Az elmúlt egy napban lehullott csapadék árvizeket és földcsuszamlásokat okozott. Jablanica települést sem közúton, sem vasúton nem lehet egyelőre megközelíteni. A hatóságok a kora délutáni órákban sajtótájékoztatón összegezték a történteket. Az akkori adatok szerint 14 halálos áldozatról és több tucat eltűntről számoltak be. Szavelkim zsáljenyem. Mogu konstatirati da u ovom trenutku imamo potvrđenih 14 smrtnih slučajeva, odnosno 14 pronađenih tijela, nažalost tendencijom povećanja toga i onako tragičnog broja. Jako puno je unesrećenih, među njima i teže unesrećenih, službe rade sve što mogu na terenu kako bi nesrećene izvukle do najbližih medicinskih ustanova, manje unesrećene da im pruže na licu mjesta pomoć, a one koji su stradali u smislu da su izgubili imovinu, da su razdvojeni od svojih najbližih, zbrinjava se kako se može i umije po centrima u Jablanici, u Konjicu. Bosznia-Hercegovina déli részén számos útirányt teljesen lezártak. Szarajevóban és környékén, valamint Mostárban is kritikus a helyzet. Egyes területekről evakuálni kell a lakosságot. A veszélyeztetett területeken újabb áradások várhatók, mivel a következő 48 órában jelentős csapadékra számítanak a szakemberek. Alekszandr Vučić részvétét fejezte ki a bosznia-hercegovinai áradások és földcsuszamlások során elhunytak családjainak. Szerbia elnöke az X közösségi oldalon közzétett üzenetében kiemeli, hogy Szerbia készen áll arra, hogy bármilyen segítséget nyújtson Bosznia-Hercegovinának. 2026-tól a lakáshitelek törlesztő részletei akár 50 euróval is magasabbak lehetnek Szerbiában. A szakértők szerint az adósok akkor is többet fizetnek a bankoknak, ha új kamatlimit törvényt fogadnak el, vagy ha azok korlátok nélkül maradnak. Így egy 50 ezer eurós hitel havi törlesztő részlete 40 vagy 50 euróval emelkedhet, írta meg a Nova Hír portál. A lakáshitel felhasználók elkezdték kapni a bankok értesítéseit arról, hogy január 1-től változnak a hitelkamatlábak. A változások oka pedig a Szerbiai Nemzeti Bank által bevezetett átmeneti kamatlimit lejárta. Egyelőre semmi sem utal arra, hogy ezt az intézkedést meg lehetne hosszabbítani. Bár Jorgovanka Tabakovic, az SNB kormányzója új törvényt jelent be, amely végleg korlátozná a kamatokat, ennek bevezetése a jelenlegi állás szerint több 10 euróval magasabb törlesztő részletet jelent majd. A kamatok felső határa jelenleg 4,8%, míg az SNB javaslata szerint 2026 végére 5%-os lesz. Emelkedtek az alapüzemanyagok árai Szerbiában. A gázolaj 1, a 95-ös benzin 2 dinárral lett drágább. Ez azt jelenti, hogy jövő péntekig a dízelért 191, míg a benzinért 178 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a magyar miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját.
A magyar kormányfő elmondta, az EU olyan döntést hozott, amellyel megpecsételni látszik a saját versenyképességét, azaz lezárja azt. Ez a gazdasági hidegháború, az Unió a nap folyamán dönt arról, hogy büntető vámokat vet ki a kínai gazdaságra, amit Magyarország ellenesztette hozzá. Orbán Viktor azt mondta, óriási veszély a gazdasági hidegháború, mert ez elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja. Ezért harcolni kell ellene, mert ez a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés. Elmondta, ezért vezették be a gazdasági semlegességet, és ennek a megalapozása zajlik jelenleg. Az ezzel összefüggő intézkedéseket gyűjtötték össze a geszti kihelyezett kormányülésen. Az EU-s tagállamok megszavazták a Kínában gyártott elektromos autók védővámját. Az Európai Uniós tagállamok többsége igennel szavazott a végleges kiegyenlítő vámok kivetéséről szóló javaslatra pénteken, jelentette be az Európai Bizottság. Míg júliusban azt mondták, a tisztességtelen kínai kormányzati támogatás miatt kell bevezetni a kiegészítő vámot a Kínából érkező elektromos járművekre. Pénteken 10 tagállam szavazott igennel, 5 nemmel, 12 pedig tartózkodott. Így nem hozott egységes EU-s álláspontot a szavazás. A többi között Németország és Magyarország szavazott a javaslat ellen. Az Euronews beszámolója szerint a német autógyártók tartanak Peking visszalépésétől, vagyis féltik a kínai piacukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket a híradó második felében. Ma ünnepli templom búcsúját a nagykikindai Assisi Szent Ferenc plébánia templom. Új helyszínen várja a rászorulókat a Népkonyha Kishegyesen. Október 6-áig várja a látogatókat az idei LORIST, azaz a Nemzetközi Vadászati, Halászati és Ökológiai Kiállítás Újvidéken. A látogatóknak rengeteg újdonsággal készültek az említett ágazatok képviselői. Vadászati és halászati felszerelések széles választékából válogathatnak az idei LORIST látogatói. Az 55. alkalommal megszervezett kiállításon több mint 120 kiállító vesz részt. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpáddal a Magyar Nemzeti Tanács elnökével és Nikola Lovriccsal az Újvidéki Vásár igazgatójával járta körbe a kiállítást. Mi szarádzsimo protekli 5-6 mesecí izuzetno dobro. Ovo je jedan korak saradnje gde sa Skupštinom Vojvodine radimo, znači na organizaciji i sa vladom Vojvodine radimo na organizaciji sajma lova, ribolova, sajma ekologija, sajma zaštita životne sredine. Az idei eseményen körülbelül 40 ezer látogatóra számítanak. Juhász Bálint szerint a LORIST a legjelentősebb ilyen jellegű kiállítás a régióban. Elmondta, a kiállítás idén is igazolja dominanciáját, és ezt a nagy számban megjelenő hazai és régióbeli látogatók is alátámasztják. Nagyon fontos, hogy ez a vásár a környezetvédelem témájával is foglalkozik. Mindenkinek megvan ebben a maga szerepe. Lehet, hogy furcsán hangzik a mai világban, de a vadászoknak és a pecásoknak, a horgászoknak, a halászoknak is ebben megvan a maga szerepe, mint minden egyes polgárnak. Nagyon fontos. Itt látom, hogy a legkisebb gyermekektől minden generációnak szóló üzenetek vannak. Nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi tudatot folyamatosan erősítsük. Az Újvidéki Vásár és a tartományi kormány és képviselőház következő fontos együttműködése az újvidéki idegenforgalmi vásár megszervezése lesz, amelynek idén Magyarország lesz a partnere, hangzott el a látogatás során. Új helyszínen várja a rászorulókat a Népkonyha Kishegyesen. A helyi Vöröskereszt 210 állandó felhasználó számára biztosít melegételt. A megnyitó apropóján Jubomir Miladinovic, a szerbiai Vöröskereszt főtitkára is ellátogatott a helyszínre. Az elsősegélynyújtási programok, valamint a ruhaosztás mellett októbertől júliusig 9 hónapon keresztül a Népkonyha szolgáltatás és a Vöröskereszt új kishegyes irodájában kapott helyet. Október 1-től kezdtük a programot, bízunk benne, hogy ezt a tervezett időszakot meg tudjuk valósítani. Ehhez szükséges mindenféleképpen a támogatás, részben a
költségeket az önkormányzat biztosítja, az alapélelmiszereket a Szerbia Vörös Keresztől kapjuk, de ez mellett még szükségünk van egyéb támogatásokra is, hogy az étel minősége minél magasabb szintű legyen. Az új helyszín nagy mértékben megkönnyíti a Vörös Kereszt munkáját, ugyanis ezentúl egyazon épületben tudják tárolni az alapanyagokat, készíteni az ételeket, és az osztást is helyben oldhatják meg. Mi smo svakako veoma zadovoljni sa načinom podrške, kontinuitetom u podršci koju pruža lokalna samouprava i u razgovoru sa predsjednikom opštine dobili smo uveravanja da će opština nastaviti sa podrškom Crvenom krstu i njegovim humanitarnim programima, da će u skladu sa svojim mogućnostima učiniti maksimalne napore da podrži programe Crvenog krsta i mi očekujemo da Crveni krst Mali Iđoš nastavi dalje svoj razvoj i bude u službi svoje zajednice. A mindennapi egytál ételekhez azonban elengedhetetlen az alapélelmiszerek folyamatos biztosítása, így aki csak teheti, friss zöldségekkel, konzervekkel és a legegyszerűbb ebédekhez szükséges hozzávalókkal segítheti a Vöröskereszt Kishegyesi Községi Szervezetének munkáját. Ma ünnepli templom búcsúját a nagykikindai Assisi Szent Ferenc plébánia templom. A bánáti papság közreműködése mellett az ünnepi szentmisét Mirko Stefkovic nagybecskereki megyés püspök vezette, akinek ez volt az első közvetlen találkozása az itteni hívekkel. A nagykikindai hívő közösségnek ez az egyik legnagyobb ünnepe, amire mindig hosszasan készülnek, és nagy szeretettel és áhítattal jönnek. Az esős idő ellenére ezúttal is megtelt a plébánia templom. Háromnapos lelki gyakorlattal, tridummal készültünk, kedden, szerdán és este tartottuk meg lelki gyakorlatos előadásokkal, imádságokkal, és a szentmisék alatt folyamatosan meg is gyúntak a kedves hívek. Úgyhogy elmondhatom azt, hogy testileg, lelkileg rákészültünk erre az idei ünnepre is. És hát nagy öröm számunkra, hogy ez a kis közösség, aki itt Kikindán éli a katolikus hitét, szívén viseli azt, hogy méltó módon megünnepeljük Szent Ferenc atyánknak az ünnepét. Szent beszédében Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök, Szent Ferenc szerénységét hangsúlyozta, mert mint mondta, szegénynek lenni is lehet szép és jó érzés. Mert nem a gyarapodás a cél, hanem az, hogy az ember milyen jó cselekedetet tehet. Nagyon nagy szeretettel és áhítattal jövök mindig erre a Szent Ferenc ünnepre, mert ugye az ő lénye már magába hordja azt, hogy különös lelkületű emberek vagyunk, mint itt Kikindán is ennek folytán. De mikor még ilyen sok paptestvér, papok és az püspök úr megtisztel bennünket a jelenlétével, és ő celebrálja a szentmisét, akkor könnyekig el tudok érzékenyedni, remélem is tudom, hogy a többi hívő társadalom, hívek is itt Kikindán így élik meg, hogy Szent Ferenc ünnepe az egy nagyon különös szentnek az ünnepe. A nagykikindai plébánia templomban nem csak idősek, hanem szép számban fiatalok is voltak. Ez számomra is igen nagy öröm volt. Akiket itt láttunk az első sorokban, ezek a kikindai magyar tagozatra járó iskolás gyerekek és a tanítónők megszervezték azt, hogy a ma délelőtt akkor itt a templomban ők is itt legyenek és együtt ünnepeljük. Tehát ez, amit itt láthattunk, ez a mi kikindai magyar jövőnk és reménységünk. A nagy kikindai nem a közvéleményben ismert hagyományos búcsúünnep, vásárral és nagy vendégvárással. Ennek a fogyatkozó kis magyar közösségnek a tagjai elsősorban a templomban és családi otthonaikban élik meg Szent Ferenc ünnepét. 18 intézmény 53 óvópedagógusa és tanítója részvételével szervezte meg az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete az Így tedd rá népi játék és néptánc módszertan képzést. A képzés házigazdája a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény volt, programgazdája pedig Balatoni Katalin, neveléskutató és néptáncpedagógus, Magyarország köznevelésért felelős helyettes államtitkára.
Sokan már nem először vettek részt az Így tedd rá képzésen. Hatala Szuzanna csantavéri óvópedagógus szerint ez az igazi módszertani képzés ahhoz, hogy a kisgyerekeket összekössék a természetes emberi élettel, az alapmozdulatokkal és magyarságunk megőrzésével. Ez mind komplexban együtt van. Nagyon-nagyon szépen fel van építve a program mondókákkal, körjátékokkal, párválasztókkal, és hát igazán örülünk, hogy Balatoni Katalin ezt ilyen szépen felépítette, és hogy ennyire szépen népszerűsítette, és lehetőséget adott nekünk óvodapedagógusoknak, hogy mi is bekapcsolódjunk, és tovább vigyük ezeknek az icipici kisgyerekeknek, akinek szeretetet adhatunk a mindennapi életben, amelyet lehet, hogy még a családokban nem igazán kapnak meg. Az óvópedagógusok pedig az óvodában mindezt pótolni tudják, az ilyen játékokon keresztül, hangzott el a Vidám képzés során. Az Így tedd rá program egy játékos táncos mozgásfejlesztés, és az, hogy játékban, táncban, dalban, ünnepekben gazdag mindennapjaik legyenek a gyermekeknek. Ez több, mint egy néptáncoktatás, mert a gyermekek a néptánc alaplépéseken kívül minden képességterületen fejlődnek, hiszen mondókákat tanulnak, fejlődik a beszédkészségük, szociális kapcsolataik, mert az Így tedd rá programnak a lényege, hogy mindig megöleljék egymást a gyerekek, megcsikizzék, együtt tapsoljanak, merjék egymást szeretni a gyerekek. Az Így tedd rá Magyarország vezető népi játék és népi tánc módszertani programja. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének nyári akadémiáján már volt egy ilyen képzés, de még annyi minden maradt az oktató tarsolyában, hogy ismét visszahívták. Az óvodapedagógusainkat, illetve a tanítóinkat, akik jelentkeztek, tovább ismeretekre tegyenek szert, módszertan tanuljanak, ami azt jelenti, hogy népi játékokat, néptáncot, népdalokat sajátítsanak el, és a pedagógusaink ezeket megtanulva, begyakorolva már holnap be tudják vinni a közösségükbe, ott a gyerekeknek be tudják mutatni, aminek köszönhetően a gyerekekben az identitástudatot is tudják erősíteni. Az Így tedd rá képzést a Szabadkai Vackorban 18 intézmény, 53 óvó pedagógusa és tanítója részvételével tartották meg. Az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajosra, az első felelős magyar kormány mártír halált halt miniszterelnökére emlékeztek Zentán a Városháza oszlopcsarnokában elhelyezett emléktáblánál. Tari László próúrvedélyes helytörténész ünnepi beszédében kiemelte, hogy gróf Batthyány Lajos életútja példaként szolgál az utókor számára. Az alkalmi műsorban Dévai Zoltán, a Zentai Magyar Kamara Színház igazgatójának, színművésznek az előadásában Pósa Lajos Mit olvasol édesfiam című költeményét hallhatták az egybegyűltek. A kegyelet virágait Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának képviselője, a Magyar Nemzeti Tanács és Zenta Község önkormányzatának tisztviselői, valamint a helyi pártok tagjai helyezték el az emléktáblánál. Délvidéken ez az egyetlen Batthyány emlékmű, és ha jól emlékszem rá, még valamikor a 2000-es évek elején, ott 2005-6-7 a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezte, hogy legyen Batthyánynak Zentán valamiféle emlékműve, vagy valami, először utcát akartak elnevezni róla, de az utca nem lett időben kibetonozva, és akkor az úgy elmaradt, és akkor jött az a jó ötlet én szerintem, hogy a Városháza belső termében, itt a belépő csarnokban kapott Batthyány egy kis teret, és az, ami ott van a falon, tehát az a résztábla, az valójában azt a levelet imitálja, amit a halál után a zsebébe összehajtva találtak, amit a feleségének írtsuk, hogy azt nem az van ráírva, hanem más van.
Hiába játszott jól, kikapott a TSC Kazasztánban az Asztana elleni konferencia liga mérkőzésén. A topolyai csapat játékosai több mint 20-szor lőttek kapura, de egészen hihetetlen módon ebből egyetlen gól sem született. A házigazda kazahokat 3-szor is a felső léc mentette meg a góltól. Az Asztana korai vezető találatát követően előbb Pantovics, majd később Gyakovács és Csirkovics lövése is a szemöldök fán csattant. Az egyenlítés így nem jött össze, az Asztana 1-0-ra verte a TSC csapatát. Én komolyan mondom, nem is emlékszem, milyen mérkőzésre mióta itt vagyok, hogy ennyi helyzetet kialakítottunk volna. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzés, mezőnyfölényben voltunk, utána átengedtük egy kicsit a teret az ellenfélnek, ebből pár helyzetet kialakítottak, amiből meg is szerezték a vezetést egy szögletet követően. Én azt gondolom, hogy szívvel lélekkel tettük a dolgunkat, nagyon jól dolgoztunk a mai mérkőzésen. Ha jól tudom, 25-nél is többet lőttünk kapura, ami elég szép szám. De sajnos, ameddig nem tudunk betalálni az ellenfél kapujába, addig ne várjunk pontot vagy pontokat. Nyilván ezen kell fejlődnünk, de én azt gondolom, hogy a mutatott játékra lehet építeni a következőkben. A híradó végén érkeznek a nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. 5000-ről 15000 dinára emelni a kísértékű lopások összegét a most közvitán lévő büntető törvénykönyv módosításainak tervezete. Hamarosan megkezdheti működését Újvidéken a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény kihelyezett tagozata. Kritikus a helyzet Bosznia-Hercegovinában, halálos áldozatokat követelt az áradás. Hiába játszott jól, kikapott a TSC Kazasztánban az Asztana elleni konferencia liga mérkőzésen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Ne váltsanak csatornát, folytassák velünk az estét. A viszontlátásra!